Ne haragudjanak, menjenek el innen. Megint kitör a balhé. Akkor a herceget megüti a guta. De megállt. Csak tudnám, mitől lesz minden uralkodó. Előbb vagy utóbb savanyú és unalmas. Ne haragudjanak, menjenek el innen. Lehetsz király, hiába vagy. A mosolyod úgy is az arcodra fagy. Királynak lenni az mámorító, de mi tudjuk azt, mi az igazi jó. Ebben a pillanatban most is a főiskolán kellene lennie. Rendesen beszélj, mert megtanított rád édesapád, édesanyád. A másik meg a tiszteletet ad meg, aztán, hogyha arról van szó, szóval áll. Királynak lenni az mámorító, de mi tudjuk azt, mi az igazi jó. Nagyon életlen vagy ezekhez a feladatokhoz, és még nem tettél le annyit az asztalra. Ez a baj. Figyelj, öcsi, nem azért jöttünk ide, hogy titeket hallgassunk, azért jöttünk ide, hogy az ország felelős vezetőit hallgassuk. Te pedig szerintem az a mehetnél édesapám becsavarni két nagy fülest, hogy nem nevelt meg. Most hallgatni kellene az előadást. Mert életlen vagy. Nagyon életlen vagy ezekhez a feladatokhoz, és még nem tettél annyit az asztalra. Ez a baj. Tanulja és legyél jó az országnak. Egyrészt rendesen beszélj, mert megtanított rád édesapád, édesanyád. A másik meg a tiszteletet ad meg, aztán, hogyha arról van szó, szóba állunk. Figyelj, öcsi, azért jöttünk ide, hogy titeket hallgassunk, azért jöttünk ide, hogy az ország felelős vezetőit hallgassuk. Te pedig szerintem az a mehetnél édesapám becsavarni két nagy fülest, hogy nem nevelt meg. Nyugodtan menjetek haza, nem azért vagyunk itt, hogy titeket hallgassunk.